A laparoszkópos vizsgálatok elvégzéséhez eddig levegőt fújtak a bélbe, ami hosszú idő alatt szívódott csak föl, és ezzel kellemetlen közérzetet okozott a betegeknek. Az új berendezést ezt a problémát oldja meg. Az eddigi műszerünk, gépünk az levegőt fújt be a bélbe, ez pedig széndioxidot. A különbség az az, hogy a széndioxid a nitrogénnél 160-szor gyorsabban szívódik föl. Ebből kifolyólag a betegek sokkal kevesebb fájdalmat éreznek, sokkal kisebb a vizsgálat után fellépő és kialakuló hasi feszülés és diszkomfort, illetve a tapasztalat az, hogy ezt a rendszert alkalmazva nagyobb arányban lehet elérni a vastagbél, vékonybél átmenetet, tehát gyakorlatilag a kolonoszkópos vizsgálatok sikerrátáját is megemeli, illetve időben is gyorsabban lehet ezzel a technikával haladni, tehát betegenként átlagban néhány percet lehet nyerni, ami mondjuk egy napi rendelésnél azért már egy jelentős időnyereség lehet. Ez a műszer minden betegség típus esetén használható, még a súlyos tüdő problémákkal küzdők esetében is biztonságos a módszer. A vizsgálatok idejét sok tényező befolyásolja. Másfél-két órás beavatkozásokról is beszélhetünk. Itt van a nagy előnye, hogyha például egy elhúzódó, bonyolult, több nehéz polip eltávolítása válik szükségessé, akkor ha ezt a rendszert használjuk, sokkal könnyebben viselik a betegek. Ugye nem arról van szó, hogy a folyamatos látás biztosítása érdekében adagolt gáz benn marad a hasban, és csak hosszú órák múlva szívódik fel, hanem gyorsan felszívódik, és nem fújjuk a beteg hasát egy nagy léggömbé, hanem ez folyamatosan felszívódik, és a tüdőn keresztül ürül ez a gáz. Tehát a hosszú vizsgálatok is könnyen tolerálhatóak, és nekünk is megkönnyíti a munkát. Az endoszkópos labor történetében ez a mosogatógép egy nagyon fontos lépés, mondta Kovácsik doktor. Ez egy teljesen automatizált kétkamrás mosogatógép, mosogatógép rendszer, ami egy rendkívül nagyfokú minőségbiztosítási hátteret ad. A komputer folyamatosan ellenőrzi a tisztítás minden fázisát, nyomásviszonyokat ellenőriz, hőmérsékletviszonyokat ellenőriz, és ha bármiféle problémát lát, akkor vagy korrigál, vagy leáll a rendszer. Úgyhogy gyakorlatilag ennek a gépnek a használatával a tisztításbeli bármiféle észrevétlen problémát gyakorlatilag kiküszöbölhetővé tudjuk tenni. Ez azt jelenti, hogy az esetleges fertőzés veszélye a minimumra csökkenthető. Én úgy gondolom, hogy az endoszkópos laborunk technikai felszereltségében ez egy nagy előrelépés, és olyan szempontból pedig a kórház hírnevét is öregbíti, hogy az abszolút 21. századi rendszer és gép, tehát ez a piacon elérhető egyik legmodernebb eszköz pillanatnyilag.